Jónás József életpályája több szempontból is különleges. Az 1920-as évek végén kezdett el festészettel foglalkozni, ám amikor néhány év elteltével neve már lassan ismerté vált, a sors szeszélye következtében közel 30 évre tette le az ecsetet. A 90-es években a paletta, a vászon és az ecsetek előkerültek. Az elmúlt 10 év kitartó munkájának eredményeként nevét megismerhették az egész megyében, hiszen kiállítások hirdették természet és ember közeli művészetét. Az iskolában rajztanáraim nagyon szerettek. Már ott észrevették azt, hogy van érzékem a rajzoláshoz, és hát valamennyi tanáromnak kedvenc szerettem. Ezek közül talán megemlítem Szitja Félixet, aki a polgáriskolában volt az első rajztanárom. Ő nagyon-nagyon szeretett és segített, tanított, külön órákat adott nekem. Itt kezdődött az egész. Aztán említette, hogy 18 éves korában volt egy jelentős találkozás, aminek a hatására megérett ez az elképzelés. Igen. Hát én akkor fogászatot tanultam, fogtechnikai szakmát, és együtt dolgoztam gróf Batthyány Bálinttal. Batthyány Gyula grófnak a fiával és az első felelős miniszternek a dédunokájával. Ővele együtt dolgozva beszélgettünk sokat, mert egyidősek vagyunk vele, és hát az iskoláról is előjött a szó, és kérdezte, hogy hát mégis mibe voltam erős. Hát aztán mondtam, hogy többek között a rajzba is. És akkor ő mondta, hogy hát ennek örül, mert az én atyám, úgy hívta az édesapját, az atyám festő. És hát gyűjtsél össze rajzokat, és hozzad ki, megnézzük, és atyám megmondja, hogy tehetséges vagy-e, vagy sem. Hát így került sor arra, hogy én meglátogattam a Batthyány családot polgárdipar telepen, mert akkor ott laktak. És hát a rajzaim után ő azt mondta, hogy igen, de ő szeretné, hogyha ott dolgoznák nála. Úgyhogy én hetente kétszer kijártam ipartelepre, és ott festettem, rajzoltam inkább szénnel, ceruzával a család tagjait. A kegyelmes asszonytól kezdve, hát mindenkit, a Bálintot, akik modellt ültek nekem. És hát így a mester megismerte a munkásságomat, és azt mondta, hogy igen, érdemes tovább tanulni. Itt Fehérváron. Akkor hirdették meg a tehetségkutató pályázatot, a Fejér megyei tanács, akkor tanács volt, és hát azon részt vettem. Egy rajzommal fölvettek a szabadiskolába, és attól kezdve Áron Nagy Lajosnál, Entót Istvánnál, Ballagó Imrénél, Palla Józsi bácsinál, ők voltak a mestereim 10 éven keresztül. Igazi példaképem a múzeumokban a Nagybányai művésztelep lett, ugye, Ferenczi Károly, az, aki én rám a legnagyobb hatást gyakorolta, az ő képei voltak azok, amelyek hát végleg elköteleztem magamat a festészet mellett. Nagyon szerettem volna valóban festő lenni, de aztán másképp alakult az életem. Mivel a főiskolára nem vették fel, így milyen szakmát választott végül is, hol tudott elhelyezkedni? Hát közgazdász lettem az Ikaruszba. Ott helyezkedtem el, és ott dolgoztam 43 évig. Először kis beosztottként, aztán mindig nagyobb-nagyobb területet kaptam. Először tervstatisztika, de aztán a munkaügyet is hozzám csatolták, és így a közgazdaság és munkaügyi főosztályt vezettem nyugdíjba vonulás, amíg 87-ig. A munka mellett volt elég idő a festészetre? 1960-ig, akkor aztán már nem. Olyan elfoglaltság volt ennek a főosztálynak a vezetése, hogy napi 16-18 órát dolgoztunk, volt, amikor vasárnap is. Fiamnak adtam a festékeimet, fiamnak adtam a vásznaimat, fiamnak adtam mindent, és ő folytatta tovább, aztán hát elég jó nevű, Fehérvár legalábbis jó nevű grafikus lett. Az ecseteket, a vásznat és a palettát letette Jónás József, a több évi termést azonban féltve őrizte. Ekkor kopogtatott újra a sors szeszélyes oldala a Jónás családnál.
Egy nagy esőzés következtében ugyanis egyetlen alkotás kivételével valamennyi festmény és grafika megsemmisült. A festészetnek szentelt évek ekkor már csak az emlékekben élhettek tovább. Mikor kiköltöztem ide Csurgóra, akkor ház rendbetétele volt egyik legfontosabb törekvésünk. És hát amikor termőföldet vásároltam a TS-től a füvesítéshez, akkor a TS előtt vártam az autót, amelyik majd hozza a termőföldet, és reggel, gyönyörű nyári reggel volt, és a napsütésben a csurgói református templom, az előtte lévő út, a fák az erős napsütésben oly csodálatos látványt nyújtottak, hogy egyszerűen megbobonázva néztem, és szinte levegőbe elkezdtem újból festeni. Aztán hazajöttem, ez a hatás a Gajánál megismétlődött, mintha hályok hullott volna a szememről, színesbe, fénybe láttam az egész világot. Aztán mentem Attilához, Attila, légy szíves visszaadni az eseteket, festékeimet, mert én megpróbálom, hát ha megy még. Hát, ha tudok még mondani. Aztán elkezdtem, és azóta csinálom. Mennyire törekedett arra, hogy mások is megismerhessék az ön csodáit? Mennyire próbált meg kiállításokon részt venni ezek után? Mikor összegyűlt egy olyan 30 képem, ezután az első próbálgatás után is rájöttem, hogy igen, vissza tudom adni azt az élményt, ami rám hatást gyakorolt. Mikor a 30 kép hát együtt volt, akkor Bodajkon, mert Fejérvárcsurgon nem voltak olyan emberek, akikkel, vagy fiatalok, sem senki, akik foglalkoznak képzőművészettel, viszont Bodajkon a Bodajk Alkotók Egyesülete létezett. És ők kerestek föl, mikor megtudták, hogy festek, ők kerestek föl, és tagja lettem a Bodajki Alkotók Egyesületének, és Bodajkon rendeztük az első olyan kiállítást, amelyik hát a 30 év utáni, hát az új munkáimat Csurgón készített, és a környéken készített tájképeket mutatta be. Itt kezdődött. Aztán utána tovább folytatódott több környékbeli településen, itt Fejérvár Csurgón is, meg végül aztán Fehérváron is több kiállításom volt. 1996-ban Bodajkon hogyan fogadta a közönség először a képeit? Hát nagyon érdekes, mert itt falun az emberek a festészettel kicsit hadilábon állnak. Most ez alatt azt értem, hogy idegen tőlük ez a mostani piktúra, amit ma a festők csinálnak, ez az úgynevezett avantgard kortárs művészet, nem értik. Az embereknek bármennyire szeretnénk, de nincs művészeti kultúrája, nincs vizuális kultúrája, mert erre sem az iskolában, sem később, sem nem tanítják az iskolában, sem pedig a későbbiek folyamán, hát nincs módjuk el, egyéb elfoglaltság miatt. És hát azért ezektől a modern művektől idegenkednek. Na, én meg jelentkeztem ezzel a természetelvű, és valóban a valóságot visszatükröző, vagy némileg átírt piktúrával, és hát nagyon-nagyon elismerő nyilatkozatokat kaptam, és megkedveltek a bodajkiak. Szinte a falunak egyik olyan tagja lettem, akit mindenki ismert rövidesen. Rendszeresen átjártam az Alkotók Egyesületének a megbeszéléseire, részt vettem irodalmi esteken, részt vettem a nyári táborba, a Bodajka Gaja melletti táborba, és általában minden olyan megmozduláson Bodajkor részt vettem, ami hát kultúrával kapcsolatos. Legutóbb a Szent István Művelődési Házban láthatták a fehérváriak az ön képeit. Ezek a képek a Karsai művésztelepen készültek. Hogyan emlékszik ön vissza erre a művésztelepre, az itt eltöltött néhány napra? Hát fiatal koromban, amikor a szabadiskolának voltam a tagja,
akkor én nagyon sok művésztelepen voltam az országban, mert Áron Nagy Lajos mindent elkövetett, hogy a nyári időszakban az országos ilyen szabadiskolai művésztelepeken részt tudjak venni. Diósgyőr, Tokaj, Hódmezővásárhely, ezekre mindre volt lehetőségem elmenni, és én nekem ezek a művésztelepek, a fiatal kollégákkal való találkozások és állandó művészeti viták, beszélgetések nagyon-nagyon tetszettek, és nagyon-nagyon lelkesítettek. Aztán most szintén 30-40 év után részt venni egy 14 fős ilyen művészeti táborba, hát visszajött a fiatalságom, visszajött az a sok élmény, amit a művésztelepeken hát átéltem, és ugyanezt kaptam itt is. Hát olyan kollégákkal voltam itt a Karsé művésztelepen, mint a Nemtót István, Sándor Falvi Sándor, Sobor Tóni, ugye akkor a Idegenek Aknai János, Mizsér Palék, akikkel nagyon gyorsan megbarátkoztam, és nagyon kellemes órákat töltöttünk azon kívül, hogy dolgoztunk. Jó volt, nekem nagyon sokat jelentett a Karsé művésztelep. Lendületet adott, és szeretném, hogyha még részt vehetnék egy pár ilyen művésztelepen. Említette, hogy ez az időszak nem nagyon kedvez a festészetnek, ez a borongós téli idő. Hogyha újra beindul a festészet időszaka, akkor majd milyen új témákkal kíván foglalkozni? Bár soha nem műveltem az absztrakt művészetet, tehát azt, ami a természeti látványt nem tükrözi, hanem valami belső elképzelést vetít vászonra. Én nem azt mondom, hogy nincs létjogosultsága az absztrakt művészetnek, hanem azt, hogy vannak olyan mondani valói egy művésznek, amelyik belülről születik, amelyiket nem lát, tehát vizuálisan nem látja meg a természetben sehol, és mégis megformálódik az a kép, amit meg akar festeni. Most a legutóbbi hónapokban ilyen képeket festek, ami belülről születnek. Van egy ilyen történet Fehérvárcsurgón, a helytörténészek szájhagyomány, hát szájhagyomány foglalkozik vele, hogy amikor a tatárjárás volt, akkor a tatárok Fehérvárt, miután nem tudták elfoglalni, a Gaja vizével akarták elárasztani Fehérvárt, hogy megadásra kényszerítsék. És Fehérvárcsurgótól délre van a tatárdomb, és ott voltak a tatárok, és onnan nézték, mert be lehet látni Fehérvárra, onnan nézték a hatást a tatárharcosok, és hát a szájhagyomány szerint a Jóisten megbüntette a tatárokat, nem a város töntött el a Gaja vize, hanem ők váltak kővé. És itt a tatárdomban hihetetlen sok ilyen mészkő oszlop áll, vagy fekszik a földön, és ezt a víziót, ezt a tatárkövek vízióját is megfestettem. Nem fényképszerűen, messze nem olyan, mint amilyen ott, mert ha kimegyünk, egészen más látvány fogad, de amit én elképzeltem, hogy hogyan váltak kővé azok a tatárok, akik el akarták árasztani Fehérvárt vízzel. Az egyik követ magyar harcosként a földbe taposva mutattam be, de egész más színekkel, üde, bársonyos színekkel, jelezve azt, hogy a tatárok a magyar harcosokat legyőzték. Ilyeneket festik most. Jónás József alkotásaival most Lovasberényben találkozhatnak a művészetkedvelők. A kiállítás március 15-ig tekinthető meg a település könyvtárában.